A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, én azt gondolom, hogy mi itt székesfehérváriak szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen amikor bevásárlásra kerül a sor, mármint zöldség, gyümölcs, hús vásárra, akkor széles a tárháza, hogy hova forduljunk. Az elmúlt időszakban már számtalan beszámolót láthattak a Jancsár kert biopiac, bio és termelői piac működéséről. Most azonban úgy gondoltam, hogy ismerkedjünk meg valakivel, akinek a termékei nagyon-nagyon fontosak, hiszen alapvető élelmiszerek közé tartoznak a zöldségek természetesen és a gyümölcsök is, és fontos, ahogy az imént mondtam. No, hát vendégem egy abai úr, Szabó Ferenc gazdálkodó. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Köszönlek! No, hát egy őstermelőt, egy olyan gazdálkodót szólítok meg, aki azt hiszem, hogy otthon van mindenféle értelemben ebben a témában. És ez nagyon-nagyon fontos nekünk, tehát ebben az urbánus világban kivételes lehetőség, ha valaki egy olyan piacra járhat, mint a Jancsár, ez az egyik része, a másrészt pedig nyilvánvaló, hogy az őstermelői és biopiac az önmagában a nevében hordozza a minőséget is. Viszont ehhez, hogy megismerkedjünk egy családi gazdasággal, tudnunk kell az indítatást és az indulást. Beszéljünk először erről. Hú, ez egy eléggé hosszú történet. Igazándiból harmadik generáció óta foglalkozik aktívan a család termeléssel. Mi onnan a dédszüleim kezdték el alapon, folytatták a nagyszüleim Veszprémbe. Ekkor kerültem én is a képbe. Tehát ez a 90-es években én már aktívan, mint kisiskolás, piacínosként segítettem a nagyszülőknek. Majd utána 98-ban, amikor bezárt a Veszprém piac és átalakult, akkor váltottunk mi is, és kerültünk Fehérvárra. Tehát aktívan 98 óta vagyunk a fehérvári piacon. Tehát ez már idestova közel 24 éve, illetve hát magán a termelői piacon is mi voltunk az egyik első termelő, akik ott részt vettünk, amikor nyitotta a piac, azóta is. Hál' Istennek is, ennél a megszakítással, de hétről hétre azért lehet velünk találkozni. És maga az egész gazdaság az változásokon ment át, hol kisebb volt, hol nagyobb lett, most újból egy ilyen emberléptékű, de mégis azt mondom, hogy jól tervezhető, egy család számára mégis megélhetést biztosító, ilyen kis egységgé alakul. Azért mondom, hogy alakul, mert most ez egy folyamat része. Nyilvánvaló. Ugye azt tudjuk, hogy ma már nem alapvetés egy vidéki településen sem, tehát egy olyan funkcionális mezőgazdaságot létesíteni, mondom én, mint abba, hiszen a mezőföld szívében élünk mi, és ez sajnos így van. Tehát te magad miként fogtál hozzá? Ugye arról volt szó, beszéltél róla, hogy ez most már generációkon át elkísér, viszont egy fiatalnak mindenképpen neki kell állni a dolognak, megismerni a földet, felelősséget vállalni önmagáért, a termékekért, a terményekért, úgyhogy ez egy folyamat része. Hogy kezdődött? Hát alapvetően beleszülettem, tehát végzettségem tekintve tanár vagyok, na inkább kezdjük az elejéről, tehát beleszülettem ebbe az egész gazdaságba, úgy, ahogy a legtöbben régen. És mivel édesapám már tudatosan nem erre az ágazatra nevelték, hanem azt mondták, hogy legyen tanárember, valamnál tanított, ezért ezt tovább is adta nekem, hogy akkor fiam tanulja tovább, mert mezőgazdaság az bizony nem egy könnyű ágazat, vannak nagyon nagy nehézségek, rengeteget kell dolgozni. Menjél tovább, te is tanuljál. Ennek megfelelően természetesen elmentem egyetemre. Pázmány Péteren végeztem angol történelem szakon, és eléggé nagy varga betűt tett le a
ez a kör, vagy tett ki ez a kör, mert 12 év keresés után újból visszatértem a mezőgazdasághoz, újból hazatértem, és azt mondtam, hogy igaz, nyári szünetben mindig segítettem a szülőknek, vagy a piacokon, vagy otthon, de menjek, éljem az életemet, tanítsak, építsek karriert, stb., ami ilyenkor megszokott egy család életében. Jó tanácsokat meghallgattam, el is indultam, azonban a szívem hazabudott. Tehát ezt tudom legjobban megmondani, és így indultam, és így jöttem vissza a gyökerekhez, és kezdtem el magát a gazdaságot átvenni. Először átvenni. Édesapám még akkor már öregek voltak, tehát már nyugdíj határán volt majdnem édesapám. Nagypapám már aktív nyugdíjas volt, 80 valahány éves, tehát ő már csak segíteni tudott a kisebb-nagyobb munkákba, más körüli munkákba. És sajnos az aktív éveket, amikor a nagyszülőktől azt egy tudást át lehet adni az unokáknak, ez a lépcső sajnos kimaradt az életemből, mert ekkor egyetemen voltam. Ezt azért mai napig bánom, mert rengeteg mindent megtanulhattam volna az évek alatt, amit most kell pótolnom, hát természetesen a saját káromon, ahogy szokás. És évekkel, tehát évek alatt a tanulások ezek folyamatosan történnek. Nem olyan, hogy csak kifelültöm a könyvet, elolvasom a tananyagot, megtanulom, becsukom, és utána ezt holnap így alkalmazzuk. Ez sajnos a mezőgazdaságban nem egészen így működik, mert nem csak a tananyag van, van egy környezet, van egy növény, van egy emberi tényező, és még van egy világi tényező is, meg az értékesítés. Tehát ez az egész, ami az egész mezőgazdaságot alkotja, mint a családi gazdaság életében, tehát rengeteg dologra kell odafigyelni, és ezeknek a apróságoknak egyetlen egy szeletét, hogyha kihúzom, akkor a végeredmény az nem fog megegyezni az év elején az eltervezett célokkal, és mindig alkalmazkodnunk kell. Nos, hát nyilvánvaló a tradíciókat megőrizni nagyon fontos, viszont ott a 20. század végén, a 21. században egészen mást jelent a családi gazdaságok, hiszen a vásárlói igények is változtak. Ennek tükrében te magad hogy döntöttél, hogy a meglévő földön milyen terményeket, ez nyilván a saját döntésed volt. Igen, tehát megnéztük azokat a hagyományos régi nagyszülőink által vezetett konyhákat, amiből főztek. Tehát a zöldség, sárgarépa és egyéb más burgonya és egyéb más klasszikus növényeket. Ezeket a mai fiatalok már kevésbé, vagy csak alkalmanként használják. A fő hangsúlyt az elmúlt években inkább a paradicsom, paprika és a salátafélék, zöld fűszerek teszik ki. Értelemszerűen innentől át kellett alakítani a gazdaságnak a profilját, főként ezekre a növényekre koncentrálva. Itt fajtákat kellett választani, kellett olyan beruházásokat tenni, fólia-sátor bővítés, hogy a szezont ki tudjuk minél jobban tolni, esetenként, ha kellett fűteni, bár ugye most ez egy eléggé kényes kérdés, és eléggé sok fejtörést okoz az elkövetkezendő egy pár hónapban nekem, hogy mi az, amit majd következő évre szeretnék ezzel kapcsolatban kezdeni. És ennek megfelelően a termesztési technológia megszerzése. A mennyiség és a minőség kézen fogva jár? Mi a tapasztalatod? Én azt mondom, hogy sokkal fontosabb a minőség. Sokkal font. És ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a négy évszak országában élünk, azért fontos egy családi gazdaság számára, amit mondtál az imént, hogy azért legyen sátor, de a szabadtéri növények is megkapják a kellő hangsúlyt. Tehát ezt hogy lehet arányosítani?
Jelen pillanatnak sajnos azt kell mondanom, hogy a szabadtéri növényeket kell úgymond háttérbe helyeznünk az évszakoknak az átalakulásával, a klímának a változásával, mert ami egy pár évvel ezelőtt nem okozott gondot egy paradicsomnak, hogy egy nagy nyári hőség, az jelen pillanatnyilag akár tönkre is teheti a növényt, hogyha egy nagy kánikulába egy vagy két hétig, akár a mostani időszakban sajnos hónapokig nem kap csapadékot, ha nem öntözzük. A sátrat egyetlen dolog miatt szeretjük, igazándiból azért, mert a magát a termesztési ciklust azt ki lehet tolni, és jobban tudjuk a növényeket kordában tartani, több párát tud megtartani, ezáltal folyamatosan friss tud maradni a növény, bár az elmúlt két évben muszáj volt már párásítani is a sátorba, mert annyira nagy a szárazság, hogy úgynevezett légköri a száj lép fel, tehát kiszárad annyira, annyira lecsökken a levegőnek a páratartalma, hogy a paradicsomnak a virágai pora kiszárad, és egyszerűen nem köt meg. Az elmúlt időszakban, ha már az asszálynál tartunk, nyilván nagy gondoskodó tisztelettel kell viseltetnünk a természet iránt, tehát ezért is kérdezem, hogy van-e lehetőség ilyenkor öntözni. Ez mennyivel növeli meg a költségeket? Alapvetése ma az öntözés, miként látod? Aki nagyobb, tehát aki piacra termel, annak igen. Kiskertben meg lehet oldani, vannak házi praktikák, mulcsolás, esővízgyűjtés, ezek teljesen működnek, viszont hogyha már piacra szeretnénk termelni, mi esetünkben közel 1200 négyzetméter folia sátor van, ez 6000 növényt takar, 3000 tő paradicsomot, 3000 tő paprikát. Ebben az esetben itt muszáj napi szinten akár többször is öntözni. Egy növénynek egy nagy melegben akár egy kötőjel 3 liter is lehet a napi vízadagja. Most ha felszorozzuk ezt, akkor mindjárt egy sátor, mondjuk egy kötőjel 3 köbméter vizet megiszik. Ugye a vásárlói szokásokról már beszéltünk, esett szó arról, hogy keresik a mást, tehát a hagyományos különböző gyümölcsöket, zöldségeket inkább hanyagolják. Ugyanakkor hogyan lehet ezzel lépést tartani? Mert ez nagyon fontos kérdés, hiszen az imént említetted, hogy egyre inkább olyanok a vásárlói szokások, amelyek az a különlegeset keresik. Minden évben... Egyáltalán kell-e? Én azt mondom, hogy kell, mert az újdonság az mindig is fontos dolog. És tehát folytatva a nagyszülői hagyományokat 1970 óta folyamatos kiállításokra jártunk. Folyamatos gazdalátogatások voltak már annó is. Egyetemre, a mezőgazdasági egyetemre jártok föl a szüleim, nagyszüleim előadásokat hallgatni. Több termelővel találkoztak, ezt folytattam én is, és minden évben elmegyünk egy pár termelőhöz. Legyen az ismerős vagy ismeretlen, akár technológiát tanulni, akár fajtákkal ismerkedni. Tehát idén például 41 féle paradicsomunk volt, tehát ez ami a piacra ment. 41 féléből aktívan volt az a 12 fajta paradicsom, ami folyamatosan a úgymond, hagyományos vonalat képviseli piros paradicsom, lehet belőle befőzni, lehet étkezésre is használni. Ugyanakkor megjelentek a ilyen koktélok, a steak paradicsomok, a narancssárga paradicsom, a fehér paradicsom, amik kísérletben voltak, ez 31 fajta volt, 30 fajta volt pontosabban. Tehát tetten érhető a különböző fajták népszerűsége. Így van. És ezzel lépést kell tartani nyilván. Viszont kell, hogy szó essék az árakról. Azt hiszem, hogy ez felbojdult a világ. Az input költségek nőttek mindenféle értelemben, az asszály megtörtént. Nyilván a munkaerőhiány is azért közrejátszik, hiszen említetted itt a beszélgetésünk előtt, hogy nagyon nehéz találni még egy olyan településen is, mint Aba segítőt, aki ért hozzá és szívesen csinálja, mert korán sem mindegy, hogy ez így van vagy sem. Így ebben a kérdéskörben hogy állunk? Kezdjük először mondjuk a fóliárakkal. Tehát most jelen pillanatilag cseréltünk fóliát, annyira majdnem dupla árba került, mint tavaly. Tehát ez egy jelentős költségnövekedés.
maga a felhasznált műanyagok, csatlakozítomok, amit az öntözőrendszerekhez kellnek, szintén jelentősen emelkedtek, tehát valami többszörösére is. Nem számolva a tápanyaggal. Szerencsések vagyunk, mert egy része a tápanyagnak vagy bio, vagy ásványi anyag, vagy komposztált pelletált trágya, de ezeknek a költségei is átlagosan másfél-kétszeresére mentek föl az elmúlt egy évben. Igyekeztünk ebből többet, természetesen többet felhalmozni, mert tönkre nem mennek, mondjuk egy vagy másfél évesnél több, de akkor sem tudunk elraktározni, mert fizikálisan nincs rá lehetőség. Természetesen emelkedtek a vegyszerek, legyen ez biogazdaságban használt és engedélyezett permetszerről szó, legyen ez hagyományos vegyszerekről szó, de a vetőmagok árak is emelkedtek, mert ez mind euróhoz van kötve. Innentől, ha emelkedik az euró, akkor emelkednek ezeknek a termékeknek is a beszerzési költségei. Lépést tart-e az ár a piacon a bekerülési költség növekedésével? Nem. Nem tud. Nem reális. Tehát nem reálisak most az árak, mert amiket most a mi is és a más gazdák által használt inputanyagok, ezek már bevásárolt anyagok, tehát ezeknél a tavalyi felhalmozottak. Most kerülnek majd az őszivetések sorra, illetve most zajlanak az őszivetések, valaki már meg is tette. A következő évi beszerzések, ezek már mind új áron vannak. Megemelkedett az euró, ennek megfelelően megemelkedtek a költségek is. Tehát a tavaszi-nyári emelt árak már nem fedezik teljes egészében azokat a költségeket, amit jövőre bele kéne tenni. Tehát nincsenek azok a biztonsági tartalékok benne egy gazdaságban, ami eddig kiszámíthatóvá tette, mint az elmúlt előző években az időszakot. Ezeket a negatív hatásokat mennyire tudja segíteni, kiküszöbölni adott esetben a támogatási rendszer? Hiszen azért látjuk, hogy számtalan különböző pályázat jelenik meg, nem csak a kamarák, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a gazdakörök, de maga az agrártárca is tesz ezért, de elég ez, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy itt a mezőföldön, sokat szor mondom, itt azért alapvetés, hogy a mezőgazdaság színvonala növénytermesztésről vagy állattenyésztésről legyen szó, az most ebben az értelemben mindegy, hogy ez lépést tartson az inflációval. Tehát igazándiból a mi támogatási rendszerben nem veszünk részt, mert ahhoz kicsik vagyunk. Tehát a kertészet az egy külön ágazat. Ezen a területen nem jellemző az óriási méretű kertészkedés, mint például az Alföldön, hogy hektárakon termelünk paradicsomot. Mi ezekben a pályázatokban nem tudunk részt venni. Tehát ez is valamilyen szinten egy probléma, mert jól hangzanak ezek a nagy pályázatok, de meg kell nézni, hogy a helyi érdekek, a helyieket is támogatja, vagy csak egy pár nagyobb ember képes ezeken a pályázatokon részt venni, mert kis gazdaságoknak igazán nincsen pályázat kiírva. Akár legyen egy kis termelőről szó, akár egy közepes termelőről, nagyon meg kell gondolni azt, hogy belefog-e egy pályázatba, hisz ami ma aktuális, az a leutaláskor, vagy akár a teljesítés végén már nem biztos, hogy az. Egy-egy piac léte mennyit segít abban, hogy egy család a munkájáért megkapja azt, ami aztán később lehetővé teszi, hogy tisztességgel éljen? Rengeteget. Tehát egy piac igazándiból a gazdaságnak a léte. Nem csak eladni az árut, hanem egyúttal találkozni emberekkel, ismerősökkel, rengeteg ismerősökkel, és ott az esik jól igazándiból számunkra, hogy azt a minőségű árut, amit forgalmazunk, azt odaadni, és látni azt, hogy az emberek ezt hétről hétre megveszik, és elégedettek azzal a minőséggel, amit igyekszünk nyújtani, finom ételeket tudnak belőle készíteni a családjuk számára. Ez ugyanúgy egy teljesen jó leső érzés nekünk. Ilyen értelemben a népszerűség az segít abban, hogy egy nehéz időszakot átvészeljen egy gazdaság? Igen.
Tehát ez tagadhatatlan tény. Tehát megerősít, mondhatjuk. Így van, egy nagy, nagy megtartó ereje van. Igazándiból nem is csak a népszerűségnek, a bizalomnak. Igen, hát ami az asztalba kerül, az bizalmi kérdés. Még ma is ez egyértelmű. Hogyan tovább? Ez egy jó kérdés. Számunkra most a legfontosabb kérdés a következő évben az, hogy a falják téliesítve legyenek. Tehát ez azt jelenti, hogy hideghajtatásra állunk át. Fűtés az egyelőre most félve mondom, de azt mondom, nem nagyon tervezünk most az elkövetkező időszakra. Egyrészt már nem tudjuk, hogy lesz elegendő fűtőanyag. Tehát itt értem az alatt fára, szénre. Most nagyon nagy az igény a fára, innentől nem biztos, hogy jut tavaszra, és inkább azt mondtuk, hogy akkor toljuk ki egy hónappal a szezont, fűtsünk kevesebbet, vagy minimálisat, vagy alternatív lehetőségekkel, nézzük meg, hogy mi az, amit föl tudunk ebbe az időszakban használni, és lehetőleg készüljünk egy olyan időszakra, ami mondjuk egy picit aszályosabb jellegű, inkább legyen egy kellemes meglepetés, mint egy ideig kellemetlen. No, hát én akkor azt kívánom, hogy minél gyakrabban találkozzunk a Jancsár piacon, vagy bárhol másutt, és hát bizakodjunk, hogy az időjárás is megkegyelmez mindenkinek, minden őstermelőnek, és hát hajrá családi gazdaságok! Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy megtiszteltél! Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Szabó Ferenc volt, egy tőzsgyökeres abai családi gazdaság vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.